Keressük meg a Bírák könyvét, és abból a 15. rész 9. versétől fogom Isten igéjét olvasni. Tehát Bírák könyve 15. rész 9. versétől fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A filiszteusok pedig felmentek és megszállották Júdát, és Léhiben telepedtek le. Akkor mondának a Júda férfiai, miért jöttetek fel ellenünk? Azok pedig mondának, Sámsont megkötözni jöttünk fel, hogy úgy cselekedjünk vele, mint ő cselekedett mi velünk. Ekkor 3000 ember ment le Júdából Étámba a sziklabarlanghoz, és mondta Sámsonnak, nem tudod-e, hogy a filiszteusok uralkodnak mi rajtunk? Miért cselekedted ezt velünk? Ő pedig mondta nékik, amiképpen cselekedtek ők velem, én is úgy cselekedtem velük. És mondának néki, azért jöttünk le, hogy megkötözzünk, és hogy a filiszteusok kezébe adjunk téged. Sámson pedig mondta nékik, esküdjetek meg nékem, hogy ti nem rohantok reám. És azok feleltek néki, mondván, nem, csak megkötözmén megkötözünk, és kezükbe adunk. De nem ölünk meg téged. Azután megkötözték őt két új kötéllel, és felvezették őt a kőszikláról. És mikor Léhi felé közeledett, és a filiszteusok már újjongtak elébe, felindította őt az Úrnak lelke, és olyanok lettek a karján levő kötelek, mint a lenszálak, melyeket megperzsel a tűz, és lemállottak a kötések kezeiről. És egy nyers szomárálcsontot talált, és kinyújtván kezét felvevé azt, és agyonvert vele 1000 embert. És mondta Sámson, szamár álcsontjával seregeket seregekre, szamár álcsontjával 1000 férfit vertem le. És mikor ezt elmondotta, elvetette kezéből az álcsontot, és elnevezi azt a helyet Ramat Léhinek. Azután megszomjúozott, felette igen, és felkiáltott az Úrhoz, és mondta, te adtad szolgád kezébe ezt a nagy győzelmet, és most szomjan kell meghalnom, és a körülmetéletlenek kezébe jutnom. Akkor meghasítá Isten az ápfogat, mely az álcsontban volt, és víz fakadt ki abból. Ő pedig ivott, ereje megtért, és megéledett. Azért neveztetik e segítségül hívás forrásának e hely, Léhiben mind a mai napig. És ítélte Sámson Izraelt a filiszteusok idejében 20 esztendeig. Ennyi a felolvasott ige, helyet foglalom, drága testvére. Megkérdezem a testvéreket, hogy nem-e vagyunk elfáradva? Még bírjuk? Dicsőség Istennek. Örülök neki. Örülök, hogy Isten idehozott benneteket, hogy ilyen szomjúság, éhség van a ti szívetekbe, vágyakoztok Istennek igéje után, és úgy Isten ráhelyezte az én szívemre, hogy beszéljek ennek a Sámson életének történeteiből, és ezekből úgy rávilágítsak azokra a helyzetekre, amelyek nem egyszer, nem kétszer megtörténnek a hit életben, a hívő ember életében. Nagyon érdekes helyzet állt föl itten, mikor jön az ellenség, és az ellenség egyszerűen követelődzik. Itt akarnák egy kicsit megállni, hogy milyen veszélyes az a hívő ember életében, hogyha az ellenség elkezd követelőzni valaki iránt. Az azt jelenti, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy mikor jön a világ fejedelme, de nincs semmije én rajtam. Egyszerűen nem tud követelőzni. Nem talál rajtam semmit, amire igényt tarthatna. Nagyon sokszor, testvérek, látunk olyan helyzeteket a hívő ember életében, amit nem tudunk megmagyarázni. Miért történtek tragédiák?
Miért történt ilyen garambol, vagy miért történt haltak halálesetek, még a hívő családokban is néha nem tudjuk meg úgy megérteni azt, hogy hát így kell egy Isten szolgájának elmenni, vagy így kellett valaminek történni. Drága testvéreim, persze, mink itt vagyunk, és feltesszük ezeket a kérdéseket, de erre a kérdésekre Istennek van felelete. Nagyon kérlek benneteket, hogy soha ne próbáljunk ítélkezni, mert ítélet nem nekünk adatot. Az, amit Isten ránk bízott, az, hogy ítéljük meg önmagunkat, ítéljük meg a szívünknek állapotát, és kérdezzünk rá, hogy nincs-e valami helyzet, vagy valami ok, amiért az ördög, az ellenség jogot formálna a mi életünkben. Nagyon sokszor érthetetlen dolgok történnek a hívő testvérek életében is, és nincs válasz rá, és van olyan helyzet, mikor az ember megnyílik. Megnyílik annak, hogy az ördög valamiképpen igényt kezd tartani valamire az ő életébe. Vagy tudatlanul belemegy valami olyan helyzetbe, ahol megnyílik valami okult erőknek, valami ördögi erőknek. És tudjátok, az ördög nem csak úgy szolgál, hogy valakinek valamit tesz, hanem ő mindig ezért cserébe vár valamilyen ellenszolgálatot, vagy elkötelezettséget. Értitek, testvérek? És itten, mikor rájön ez az ember, hogy itten valami nincs rendben, elkezd úgy, mint a hal a hálóból meg akar szökni, vagy meg akar menekülni, mert érzi, hogy szorításban, valami szellemi szorításban van az élete, és akkor történnek azok a dolgok, hogy egyszerűen jön ilyen csapás, jönnek ilyen érthetetlen dolgok a hívő ember életében is, amit nehezen lehet megmagyarázni, de ezt lássuk, hogy egy szellemi harcnak az eredménye. Ezért soha ne ítélkedjünk, mert soha mi se nem tudjuk, hogy hol így nyithatunk, vagy tudatosan, vagy tudatlanul, hogy nyithatunk ilyen dolgoknak. Egyik testvéremnek a édesanyja úgy kérte a szolgálatot, hogy ő szeretne szabadulni, ő úgy érzi, hogy úgy nem jó ment az ő életének sora, hogy nagyon már ifjú korától nem jó választást tett, mikor férhez ment ez a testvérnő. Aztán egész életében küzdelmek, harcok és csalódások, keserűségek érték életét is, és azt mondja, ő nem tudja, ő mindig templomba jár, asszony volt, vagyis már gyermek volt kiskorában, később asszony volt, szolgált az Úrnak, és ő nem érti, hogy miért ő neki ilyen élete, ilyen zűrzavaros élete volt. És én gondolkoztam, hát te nem tudod, te érted le az életedet, és én nekem még tudnom kellene, ugye, azért jöttél. És nagyon... Nagyon sokszor egy olyan helyzet elé állít Isten, hogy valóban úgy néz ki, és úgy állítsák be az emberek azt a helyzetet, mint hogyha Isten lenne, itt Isten valahol becsúszhatott volna valami hiba az Isten terveibe, vagy Isten dolgaiba, és néha még az emberek is úgy mutassák be az életük helyzetét, hogy minkerről nem tehessük. Nem tehetünk, ezt Isten így alakította. De testvérek, egyet kell tudni, hogy Isten ő alkotó, ő nem karbatartó, ő nem egy karbatartó, aki egy táskával futkos össze-vissza, és itt ment valamit, ott folyik a víz, itt szóródik a homok, én nem tudom mi, és itt kell mentegetni, ott kell mentegetni. Isten nem karbatartó. Isten, ő teremtő.
és ő azt mondja, imé én mindent újjá teszek. És itt kell valahol keresni, hogyha valami olyan jön a mi életünkben, hogy valahol az ördög igényt gyakorol a mi életünkre. Néha valóban rejtett dolgok ezek. A Zsoltáros a 19. Zsoltárban, a 13. versben azt mondja, hogy a titkos bűnöktől is szabadíts meg engem, Isten. Nem tudom, hogy a magyar Bibliában is így van, a ti Bibliátokban így van leírva, de a Zsoltáros ez így érzékelte, hogy vannak valami szellemi, titkos szellemi okok, ami miatt egyszerűen ilyen jogokat tart az ördög, és ezektől is akar megtisztulni, ezektől is akar megszabadulni. De mégis jött ez a testvérnő, és kérte a segítségemet, és akkor imádkoztam. És Isten kijelentette, és azt mondtam neki, drága testvérnőm, a Szentlélek azt mutassa, hogy te valahol jós szellemiséggel, egyszerűen rajtad van a jós szellemiség. És itt az ördög igényt tart rád, és ezért volt ez a nagyon nehéz, megkötözött életed. És azt mondja, hát Sándor testvér, ez egy teljesen mellétalálás. Én soha az életben semmilyen jóssal nem volt semmi kapcsolatom. Mondom neki, tudod mi? A Szentlélek ezt mutatta meg nekem, menj az Úr Jézus elé, ha most nem látod, látassa meg veled Isten. És akkor úgy elgondolkozott, és azt mondja, hát valami rémlik, én úgy emlékszem, hogy de ez nagyon kislány voltam, és kint az utcán a cigányasszon elkérte a kezemet, és olvasott a kezemből. De az olyan régen volt, az már nem is igaz. Mondom, tudod, Isten előtt azok a dolgok, amik régen történtek, azok olyanok, mintha mai nap vagy tegnapi napon történtek volna. Isten előtt egy nap, mint ezer év, és ezer év olyan, mint egy nap. Egyszerűen ottan nem lehet azt mondani, hogy valami megtörtént az én életemben múltban, de ki tudja, hogy is volt az, testvérek, és itt van az a felelősség, amit a Zsoltáríró beszél erről, hogy még a titkosoktól, Uram, lehetnek olyan dolgok, amikről elfeledkeztem, lehetnek olyan dolgok, amiknek nem tulajdonítottam semmi jelentőséget, és mégis befolyásolhassák az én életemet. És jöhet az ellenség, és jogot tart az én életemre. És én nem akarom, hogy jogot tartson. Én szabad akarok lenni. Én a te dicsőségedre akarok élni. És itt van az, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jön a világ fejedelme, és nem talál rajtam semmit. Nincsen semmilyen rajtam. Szlovák fordítás úgy mondja, hogy nincs semmilyen foganatja, nincs, nem tud mibe belekapaszkodni, nem tud mivel megcibálni engemet, megrángatni engemet, nem tud mivel meghátráztatni, vagy félre vezetni engemet. Értitek? Ez valami foggantyú, valamit, amit meg tud fogni az ellenség, és bele tud kapaszkodni. Nem talál fogást. Nem talál fogást. Ezt mondta ezzel a kijelentéssel az Úr Jézus. Jön az ördög, jön ennek a világnak a fejedelme, és nem talál rajtam fogás, nem tud engem megfogni semmi. És mikor az Úr Jézus szájon vágták, mikor mondta, hogy hát ott prédikáltam az emberek között, azoktól kérdezzétek meg, hogy mit prédikáltam, hogy mi az én, hogy mit hirdettem. És akkor szájon vágták. És azt mondják, hogy ha rosszul mondtam valamit, akkor bizonyítsátok be. De ha jó, akkor miért ütsz engemet? Emlékezzitek, hogy ez történt. És itt van az, tudjátok, hogy az ördög minden áron akart fogást. Na most megfoglak, na most nem jó szóltál, na most nem jó cselekedtél.
De az Úr Jézus egyszerűen azt mondja, mi ezen jó, mikor, vagy mi ezen rossz, mikor én azt mondom, hogy kérdezzétek meg azokat, hogy milyen az én tanításom, mit tanítok azokat, akik hallgatták. Mert azok bizonyítanak, azok mondják el, hogy miket tanított és mi. És valóban ez így van, hogy ha valaki megkérdezné valakit, aki nem jó mondta a dolgokat, és akkor hát már kezdi úgy idomítani, de azok, akik hallották, azok megmondják, így volt mondva, ez így volt előadva, és akkor ez az igazság. És az Úr Jézus valóban azt a objektív igazságot elébük tárta, és azt mondja, tessék, menjetek, kérdezzétek meg, tegyenek bizonságot azok, akik hallották a tanításomat, és ők megmondták, hogy mi az én tanításom, mi az én tanításomnak az alapja. Na de jön az ellenség, és ő jogot akar formálni. És tudjátok, az ellenség az ki akarja használni a testvéri közösséget. Figyeljétek, az ellenség jött a farizeusokhoz, az írástudókhoz. Mikor nem tudott fogást fogni az Úr Jézus Krisztuson, akkor elkezdte ezeket a farizeusokat és írástudókat elkezdte gyötörni félelemmel, hogy emiatt a Jézus Krisztus miatt a zsidó nép mostan bajba kerül, mert ő egy lázító valaki, olyanokat beszél, olyanokat hirdet, és az megy a híre, hogy ő király. Ez olyan, mint egy lázadás a zsidó nép között. És egyszerűen jött az ördög, és hogyha nem tudott fogást fogni az Úr Jézus Krisztuson, akkor ő elkezdett támadni az ő testvérei, az övéi által. Ugye? Azt mondja az ige, hogy övéi közé jött, de az övéi nem fogadták el őtet. Testvérem, ez egy olyan lelki igazság, hogy ha te szentül és igazán jársz az Úr előtt, és szentségbe tartod a te életedet, akkor az ördög egyszerűen jön a testvérek után, jön azok után, akik között élsz, és próbál kikezdeni téged. Próbál egyszerűen támadni. Nem tudom, hogy milyen a testvéreknek vannak itt szolgáló prédikátor testvérek is, és milyen a tapasztalatotok, de én úgy látom, hogy nem mindig az ördög a világi emberek által kezdítik ki a prédikátort és a szolgáló testvért. Téged nem annyira bántanak a világban az emberek. És van, aki úgy meg is bánt. Nem mered megmondani, ugye? Mert megint kikapsz. Testvéreim, lássátok, nagyon sokszor, Péter, nagyon sokszor ez így van, hogy az ördög egyszerűen, ha nem tud bennünket kikezdeni, akkor elkezdi ellenünk fordítani azokat, akik fele küldött az Úr, akik fele szolgálunk. És itten nagyon nagy bölcsességre és nagyon nagy alázatra van szükség, hogy ez a szolgáló, ez a valaki, akit Isten küldött és fölhatalmazott, ez megmaradjon az Úrban. Hogy ne botránkozzon meg, ne keseredjen bele, és egyszerűen ne csináljon csapot, papot, és ott hagyom a szolgálatot, ott hagyom a dolgokat, hanem hogy megálljon. Mert a világtól nem úgy fájnak a pofonok, mikor jönnek a testvérek, vagy mikor jönnek az emberek, hívő emberek, és ezek megbántanak. És ezt tapasztaltam én is az én életemben, amit a Sámson is, hogy mikor nem tudott kikezdeni az ellenség, nem tudott bűnbe húzni, nem tudott egy olyan helyzetbe hozni, hogy mostan hatalmat gyakorolt volna egyenesen rajtam, akkor egyszerűen ellenem húzította a testvéreimet. Itt látom, hogy lejöttek először a filiszteusok, az ellenségei, Sámson ellenségei, és nem tudták kikezdeni őtet, akkor odafordultak a Júda emberéhez, az ő testvéreihez, hitbeli testvéreihez,
és azt mondják, hogy azért jöttünk le, hogy adjátok ki nekünk a Sámsont. A testvéreket, tudjátok, nagyon nehéz helyzet áll föl a gyülekezetekben, mikor az ördögnek sikerül testvért testvér ellen fordítani. Ez már nagyon nagy győzelem. Itt lehet számítani olyan harcokra és olyan helyzetekre, ami nagyon nehéz, súlyos következményeket hoz. Mikor problémába jutott az én szolgálatom, ott, ahol szolgáltam, tudjátok, hogy ki legjobban szenvedett az én családomba? Én is nagyon megszenvedtem ezeket, de az én gyerekeim. Én attól féltem, hogy egyetlen gyerekem se nem marad meg az Úrban. Mert mikor láttam aztat, hogy a gyerekek hogy szenvednek, mikor látták az én szenvedésemet, akkor valóban meg volt szorulva a szívem, hogy megebb maradnak az én gyerekeim hitben, mikor lássák ezeket a harcokat, ezeket a küzdelmeket. És ezért kérlek benneteket, drága testvéreim, akár milyen közösségekből vagytok, vagy baptista egyházból, vagy református egyházból, vagy akár milyen pünkösdi egyházból, vagy honnan jöttetek, én nagyon kérlek benneteket, drága testvéreim, hogy ne engedjétek, hogy az ördögnek, hogy azt az ördögnek, hogy a testvér testvér ellen huszítsa. Mert ennek olyan következményei vannak, hogy a utódok szenvednek. Azért sokszor kiöregednek a közösségek. És erről nem kell nekem sokat beszélni nektek, hogy vannak közösségek, ahol valamikor élő gyülekezetek voltak, és most már csak nagymamák és a nagypapák vannak ottan, és a fiatalok ezek megszenvedték azokat a harcokat, küzdelmeket és nem megtéréseket, amelyek ott történtek, mikor az ördögnek sikerült testvér-testvér ellen fordítani. És most is itten lejönnek ezek a filiszteusok, és lássák, hogy nem tudnak fogni ezen a Sámsonon, akkor egyszerűen azt tették, hogy mostan odafordulunk, hogy az ő testvérei adják ki nekünk, hogy ellene fordítsuk a testvéreket. Ez egy hatalmas ördögnek a taktikája. Tudjátok, bizonyára hallottatok a történelemből, a husita mozgalomból Csehországban, ami történt. A János Hus, ez prédikálta a bűnöknek bocsánatát, hogy Isten ingyen kegyelemből bocsássa meg a bűnöket, és hogy nem kell ezért fizetni, és tudjátok, hogy akkori egyház, katolikus egyház, egyszerűen nagy pénzeket ezen keresett, hogy árulták azokat a cédulákat, hogy kell mondani? Bűnbocsánat cédulákat. Fölállt ez ellen ez a János Hus, és tudjátok, egy huszita mozgalom ebből támadt. És ezek az emberek annyira egyszerűen Isten követésébe elindultak, és jött az ellenség, jött a Zsigmond, jött az ő katonáival, jöttek ezek az ellenségek, és le akarták törni ezeket a husitákat, de letörhetetlenekké váltak ezek a husiták. Tudjátok miért? Mert olyan hit volt bennük, és olyan egybetartás, hogy mikor jött, közeledett az ellenség, ők elkezdtek énekelni. Egy lelki éneket, de olyan erővel, hogy egyszerűen megfutamodott a Zsigmondnak a katonái, egyszerűen megfordultak és futásnak indultak el, mikor hallották még csak a ének szót. Megfutamodtak. Egység volt. És tudjátok, hogy mit csinált az ellenség? Ő a pápának is elmondta, hogy lehetetlen ezeket legyőzni, hogy egyszerűen legyőzhetetlenekké váltak. Ez a történelem teljesen nyíltan erről beszél. És azt, tudjátok, mit csináltak? Azt csináltak, hogy mostan nem fogunk támadni, hanem megfigyeljük, mi történik közöttük. Beküldtek ilyen belopakodó embereket, akik megtudták, hogy mi van,
És látták, mert ahol emberek vannak, ott problémák vannak. Látták, hogy itten kétféle vélemény is van, és hogy elkezd, mint hogyha kezdene eloszlani ennek a egységnek, a véleménybe elkezdtek volna oszlani. És ezt elkezdték szítani, és nagyon figyelték, és egyszerűen az lett, hogy a husziták legyőzték a huszitákat. Egyszerűen meghasonlott ez a mozgalom, és elkezdtek harcolni a husziták ellen, és egyszerűen megsemmisült az egész. Ördögnek beleférkőzött ebbe az egységbe, ő nem tudott rajtuk fogást gyakorolni, akkor egyszerűen az jött, hogy kihasználta azt, hogy a testvér testvér ellen. Mink elítéljük a huszitákat, mit kellett nekik harcolni. De gondolkozunk-e, miért harcolunk mink a gyülekezetekben? Miért vannak, persze, hogy nincsenek lövöldözések, nincsenek puskák, nincsenek ezek, de vannak szóbeli beszédek. És mennyi sérelem, mennyi fájdalom, mennyi ember. Gondolj bele, van egy gyülekezet, amiről tudok, hogy már 30 vagy 40 éve már a 100 tagnál tart, hogy 100 tagú az a gyülekezet, de most már nem 100 tagú, már csak 30 tagú. És éveken során voltak bemerítések, voltak megtérések, és ahogy jöttek az emberek, úgy mentek el. Valami ok miatt, testvérek. Én azért erről beszélek nekünk, hogy valóban ne engedjük, hogy az ördög testvért a testvért ellen huszítsa. Mert itt is lejöttek a Sámsonnak szembe, és nem tudtak rajta fogást gyakorolni, de oda jöttek a Júda férfiaihoz, és azt mondták, adjátok ki. És sikerült az ördögnek, sikerült meghasonlítani azt a egységet, és a Sámson ellen, Isten embere ellen egyszerűen fordította a ellenség a testvérnek a kezét. Sokszor elgondolkozok, hol lehetne már Isten népe? Már mennyire előre haladott volna az evangélium? Mennyi ember meg lett volna mentve? Mennyi falu, mennyi város már az Úr Jézusé lehetne itt Magyarországon? Nagyon sok faluba mennyi gyülekezet, mennyi hívő nép, és tudjátok, mibe sikerül az ördögnek győzni? Hogy a testvért testvéremmel állítja. Hogy egyik fölkerekedik, másikat letiporja, egyik fölülről nézi, másik még megsértve érzi magát, és alulról nyög és szenvedi az ő hitéletét. És nem ezt gondolta Isten, nem erre hívott el bennünket, hanem egységre. És azért imádkozott az Úr Jézus, hogy egyek legyenek, Atyám, hogy én is egy vagyok te veled. És itt van az az ördögnek a támadása, hogy a testvér testvért ellen tudja fordítani. Nagyon sokszor szenvednek a mi gyermekeink, szenvednek az utódok. Mink már öreg harcosok, már sok mindent kibírunk. Így van István testvér. Te még nem vagy öreg, harcos. Jó. De mink sok mindent kibírunk, és itt vagyunk. De nem biztos, hogy ennyit kibírnak a mi gyerekeink. Nem biztos, hogy ezeket a nyomásokat, ezeket a vitákat, ezeket a viszályokat, hogy ezeket egyszerűen fogják tudni hordozni a mi gyerekeink. És ezért kell odafigyelni az Úrra, és azt mondani, Uram, légy kegyelmes, és adj egységet. Adj egységet arra, hogy a te néped egyszerűen összefogjon. Tudjátok, Isten országáról van itt szó. És Isten országában azok a nagyok, akik kicsik. Isten országában azok az elsők, akik az utolsók. Azok Isten országában uralkodnak, akik szolgálnak.
Isten országában nem azok a nagyok, akik nagy, híres nagy nevük van, hanem Isten országában azok, akik legkisebbek és tudnak legutolsóbbak lenni, le tudnak hajolni. Le tudsz hajolni a te testvéredet. Így szolgálsz. Mosod a testvéreidnek a fejét vagy a lábát. Isten országában lábmosásról van szó, nem fejmosásról. A gyülekezetekben való szolgálat az nem abból áll, hogy én jó megmosom a testvéreknek a fejét, hanem a gyülekezetben való szolgálat abból áll, alázattal lehajolok a testvérekhez, meghallgatom őket, sírok azokkal, akik sírnak, örvendezek azokkal, akik örvendezek, és lábaikat mosom, hogy fölfrissüljenek a Krisztus követésben, hogy frissek legyenek. És látta a Sámson, hogy nem álltak mellé az ő testvérei. Megkötözték. Testvérek. És nem is akárhogyan, új kötelekkel, nem is valami öreg kötelekkel, új kötelekkel. Az olyan, mintha, noha mi megkötözünk téged, akkor itt már nincs menekvés. Én is átéltem ezt a helyzetet, testvérek. Én is átéltem, és mindenki a végemet várta. Volt egy olyan helyzet, mikor jöttek, és azt mondták, vége a Sándornak. Vége a Sándornak a szolgálatának. És tudjátok, én valóban megkötöztek az emberi vélemények. És én úgy láttam, hogy valóban vége. És emlékszem, hogyan jöttem egy alkalommal haza, és sírtam. És így mondtam az én drága feleségemnek, vége van, feleségem. Drága feleségem, úgy látom, hogy az én szolgálatomnak, hogy egész őszinte minden dolgaimnak, amit én elindultam, őszintén szolgálni és követni az Úr Jézus Krisztus, mindennek vége. Minden tönkre van téve, megkötöztek az én testvéreim, és egyszerűen vége. És az egyetlen feleségem volt az, aki buzdított. Nem állt mellém akkor senki. Úgy, mint a Pál is azt mondja, akkor azokban a próbákban, azokban a nehézségekben nem állt mellém senki. Ugyan ezt éltem át, mikor magamra maradtam, és mégis valakit mellém állított Isten. Tudjátok, ki volt az én drága feleségem? És ő látta, hogy sírok, nem gyakran történik az, mikor én panasz miatt sírok az én feleségem előtt, de akkor kijött a panasz, kijött a fájdalom a szívemből, és sírtam, és ő egy mosolyt küldött felém, és azt mondja, nem vége, apukám, nem vége, ez egy új kezdet. Mondom, miről te beszélsz? Nem látod, hogy mi történt? Nem látod, hogy ilyen új venyigékkel, új kötelekkel megkötöztek, minden úgy jó, kötelékekkel, erős kötelékekkel meg vagyok kötözve, és azt mondja, nem, apukám, ez egy új kezdet. Mai napig csodálom az én feleségemnek a hitét. Ő mellém állt, és én elkezdtem ezen gondolkozni. És szolgálom az Urat. De megtapasztaltam azt, hogy milyen fájdalmas az ember életébe, mikor a testvér egyszerűen elhagyja a testvért. Vannak szerető testvéreid, drága testvérem. Van egy szerető közösséged. Őrizd őtet. Imádkozz. Könyörögjé Istenhez azért, hogy Isten tartsa meg ezt a közösséget. De tartsa meg a te testvéreidet, hogy szeretetben legyen a te közösséged, hogy tudja szeretni őket, és ők is tudjanak téged szeretni, hogy ebben megmaradj. És mikor megkötözték, ő ott volt a szikla hasadékában, a lehiben. Ebben a szikla hasadékában el volt rejtve ez a Sámson.
És ő innen indult ki. Mikor őt megkötözték, ő ott volt elrejtve. Hol van elrejtve a te életed? Te is ott vagy a szikla hasadékában. Azt mondja Pál apostol, hogy az a szikla, aki jött az ő népe, Isten népe után, ez a szikla Jézus Krisztus volt. És ez a Jézus Krisztusnak sebei, ez az a hasadék, ahol te elrejtőzhetsz. Akkor, mikor jön a támadás, akkor, mikor jön az ellenség, akkor, mikor jön a testvér és támad ellened és fájdalmat okoz a te életedbe, akkor, drága testvérem, legyél elrejtve, onnan indulj ki. El legyen rejtve a te életed szikla hasadékába, Jézus Krisztus sebeiben. Ott az a megtisztító, az a szabadító, az a gyógyító Jézus vére, ott legyen a te életed felett. Ne legyen semmi a te életedben, ami nem lenne fedezve ezekkel a sebekkel és ezzel a áldozattal. Vigyázz arra, hogy ott legyen a szívednek a ajtaja, a félfái, hogy Jézus vérével valóban meg legyenek kenve, és használd Jézus vérét a te életedbe. Nem elég csak, hogy 20 évvel ezelőtt megtértél. Nem elég, hogy 50 évvel ezelőtt megmosott téged Jézus vére. Neked naponta kell lakozni ebben a hasadékban. Naponta kell, hogy közösséged legyen Jézus vérével és Jézus testével. Mert az, aki eszi az én testemet, azt mondja Jézus, és issza az én véremet, annak örök élete van. És itt van az a titok, drága testvérem, hogy naponta közösségbe kell lenni Jézus testével, azaz az ő drága igéjével, hogy naponta megtöröm ezt az igét, és naponta táplálkozok, és élek ebből az igéből. És naponta kell, hogy mosakodjak. Naponta kell, hogy tisztába helyezzem az én lelki életemet. Naponta jön gondolat, ahol kételkedek valamiről, vagy valakiről. Naponta jön indulatosság, naponta jön valami idegesség, vagy valami olyan beszéd, amiből meg kell térni. Ott lakozzál, szikla hasadékában. A Sámson ott lakozott szikla hasadékában, és ott volt elrejtve az ő élete. Ott érezte magát biztonságban. Hol érzed magad biztonságban te? Milyen jó, hogy újra és újra visszajöhetsz. Milyen jó, hogy újra és újra nyerhetsz bűnbocsánatot. Milyen jó, hogy Jézusnak a vére a te életedet újra és újra megmossa. Hol lenne a te életed? Hol lenni, drága testvérem, testvérnőm, hogyha nem lenne Jézus vére? Hol lennél ma, hogyha nem lenne újra megbocsátás? Én megmondom nektek, én már nem lennék itt. Én nagyon sokszor elszomorítottam az Urat. Nem azért, hogy akartam, de egyszerűen a gyarló emberi voltom által újra és újra szomorítottam az Urat. Ifjú koromban gondolataim, néha cselekedeteim, szégyellem magamat, de az ördög becsapott engemet. De milyen jó, hogy ott lakoztam, 40 évig ott lakoztam szikla hasadékban. Ott voltam elrejtve, mindig onnan indultam ki, és mindig oda tértem vissza. Úgy, mint ez a Isten embere, ő ott lakozott ebbe a szikla hasadékba, ott rejtőzött el, és onnan indult ki, és oda tudott visszajönni. Valóban el van rejtve a te életed Jézus áldozatában. Valóban az ő vére megtisztít. Valóban az ő teste, az a igaz táplálék a te életedbe. Olvasod az igét, szól hozzád az ige, élő hozzád az ige, táplál téged, világosságot ad neked, áldást nyersz, fölemészed, dicsőség Istennek. Nyersz erőt, nyersz jókedvet, világosságot, lelkilátást, és előbbre mehetsz. És megkötözve volt. Nagyon sokszor, testvérek, még erről a megkötözösségről szeretnék néhány szót beszélni, hogy meg vagyunk kötözve az emberek véleményétől.
megkérdezlek tégedet, nagyon világosan és nagyon egyenesen, drága testvérem, nem félsz az emberek véleményétől? Nem vagy megkötözve? Mindegy neked, hogy mit gondolnak az emberek? De tudjátok, ez nem arról szól, hogy én tehetek, amit akarok. Mert én nekem elsősorban nagyon fontos kell, hogy legyen az én Uramnak a véleménye. Nagyon fontos az, hogy Krisztus lelke lakozzon bennem. Nagyon fontos az, hogy megfeleljek elsősorban az én Uramnak, az én Istenemnek. Nagyon sokszor megfelelünk a egyháznak, nagyon sokszor megfelelünk a testvéri közösségnek, nagyon sokszor megfelelünk embereknek, de nem biztos, hogy akkor Istennek is megfelelünk. Elsősorban nekünk kell arra figyelni, hogy mi Istennek feleljünk meg, és aztán megfelelünk mind azoknak, akik szeretik az Urat teljes szívükből. Megkötözik az emberek. Ember meg tudja kötözni a másikat. Nagyon sokszor tapasztaljuk, mi prédikátor szolgák, azt tapasztaljuk, hogy valaki tesz egy kijelentést, de aztán hazajön, kap egy fejbízt, és akkor már egy pár nap múlva más beszél, és más a véleménye. Valaki meg van kötözve a felesége véleményével. Valaki meg van kötözve a férje véleményével. Valaki meg van kötözve a barátja, vagy baráti kör véleményével. Az emberek nagyon szeretnek kötözni, és nagyon szeretnek leigázítani, és nagyon sokszor megmondod, hogy milyen közösségben vagy, akkor tudom, mi a véleményed. Mert ezek a vélemények kötik az embert, és elkötelezik. Nem vagy te is így megkötözve? Valóban szabad vagy ahhoz, hogy egyszerűen te kiállj az Urad elé, és ugyanúgy állj ki az ellenség elé. És hogy harcold meg Istennek harcait. Lássátok, ez a Sámson, ez nem törődött azzal, hogy megkötözték az ő testvérei. Nem, ezzel nem túlságosan volt elfoglalva. Csak azt mondta, ne öljetek meg. És kiadták, a testvérei kiadták az ellenségnek. És a Sámsonnak meg kellett harcolni. Érdekes volt ez a harc. Kardot rántott? Vagy valami más fegyvert rántott? Mi volt az ő harci eszköze? Egy szamár állkapocs. Jó mondom? Egy szamár állkapocs. Fogta ezt a friss szamár állkapcsot, ugye? Ezt a csontot. És ezzel elkezdett harcolni. És győzelemre jutott. Egyszerűen levert egy sereget. Ketten az Úrral. Nem látunk, hogy mellé állt volna valaki. Nem láttam, hogy egy embercsoport, vagy barátjai, vagy akárki mellé állt volna. De kettesbe az Úrval. Drága testvérem, úgy érzed, hogy magad vagy. Drága testvérnőm, magadra vagy hagyva. Úgy érzed, hogy magadra hagyott valaki, aki mellét kellett, hogy álljon. Kettesbe az Úrban. Az Úrral többségbe vagy. István testvér, el tudod ezt hinni? Ezernyi emberek kell szembe. Kettesbe az Úrban győztes vagy. Nem félsz. Megkötöznek az emberek, de te nem félsz. Te lerázod ezeket a köteléket, lerázod ezeket az emberi véleményeket, ezeket az emberi akaratokat, ezeket az emberi nyomásokat, ezeket a dolgokat, amit emberek úgy kiművelnek, és összefogva egyszerűen összeszorítanak tégedet, egyszerűen lerázod magadról. Jézus nevében. Le tudod rázni? Vagy még mindig nagyon attól félsz, hogy mit gondolnak az emberek? Drága testvérnem, ne félj attól. Fontos neked, mit gondol a te Urad, a te Istened. Ne félj attól, mit gondolnak az emberek. Ez ne foglalkoztasson téged. Rázd le ezeket a köteleket. Úgy, mint a Sámson, lerázta. És Istennek a véleményét kért. Állj az Úr elé, és kettesbe Istennel győztes vagy. Érted, drága testvérem?
Ez nagy dolog, amit én elmondok nektek. Ha nem éltem át volna, én nem beszélek meséket, átéltem életembe. Nem azt mondom, hogy nincsenek drága testvérem, egész világon, egész Szlovákiában, minden egyházban nagyon drága testvérek vannak. De Isten tanított arra, hogy ne legyek megkötözve emberi véleményekkel, hogy engem egyszerűen ne szorítsanak az emberek, hanem engem szorítson és szorongasson Istennek drága szellem. És nem félek emberi csoportokból, nem félek olyan emberektől és olyan testvérektől, akik meg tudnak kötözni, és ellenségnek ki tudnak adni. És nem azért, hogy harcoljanak értem, vagy legalább egy imát elmondjanak értem, vagy az én testvéremét, vagy az én családomét. Kettesbe az Úrral. Valóban ilyen hatalom, Istennek hatalma le tud szállni a te életedre. Testvérek, nincs gyönyörű közösség, mint közösség Istennel. Nincs gyönyörű pillanat, mint mikor Isten érinti a te lelkedet. És kettesbe ott vagy az Úrral, és ott vagy a te térdeiden, a lelkednek térdén, és ott rebeged azt az imát, és elmondod, köszönöm Uram, hogy együtt vagyunk, köszönöm, hogy te velem vagy, és én veled lehetek, köszönöm, hogy ebbe a többségbe vagyok veled. Halleluja! És ez a Sámson fogja ezt a szamár állkapcsot, és elkezdi használni. Tudjátok, a szamarat egy bolond állatnak gondolják. Mit mond az Úr Jézus? Hogy a világ bolondsága Istennek bölcsessége. Pál apostol ezt mondja. Egyszerűen, ha te megfogod azt a bolondságot. Megfogod azt a Krisztusnak a bolondságát. Megfogod azt az evangéliumot, amit az bölcsek szemébe bolondság, a zsidók szemébe botránkozás. De megfogod ezt az evangéliumot, megfogod ezt a bolondságot, és győzni tudsz, ezreket le tudsz győzni, ezernyi szíveket el tudsz érni, és Krisztusért meg tudod nyerni őket. Hogy megadják szívüket Krisztusért. Hogy halálba segíted őket, hogy meghalnak önmaguknak, és élnek Krisztusnak. Halleluja! Krisztus bolondsága, Gergely. Mered vállalni ezt a szamár csontot? Mered vállalni ezt a Krisztus bolondságát, és menni, és kettesbe az Úrral, nem megkötözve emberi véleményektől. Drága testvérem, mered vállalni ezt a krisztusi bolondságot, és menni a világba? Rám is úgy néznek sokszor az emberek, hogy mi történt ezzel a Sándor testvérrel? Tudjátok, mi történt? Szeretem az Úr Jézus. Két dolog történt velem. Szeretem az Úr Jézust, és szeretem az embereket. Titeket is szeretlek, testvéreim. És azért szolgálok, azért ezekről a dolgokról beszélek nektek, mert tudom, hogy erre szükségetek lesz. Azért, hogy ne legyetek megkötözve emberi véleményekkel, hogy valóban keresd az Úrral való kapcsolatot, mert annyi emberi vélemény van, és nagyon sokszor a testvér kiadja a testvért. És maga Jézus Krisztus azt mondja, hogy lesznek ellenségeitek, a testvéreitek kiadnak titeket, zsinagógák elé fognak állítani, és ellenségeitek kiválnak. De ti kövessétek az Urat, kövessétek Jézus Krisztust. Kiadták az Úr Jézus Krisztust is, az ő testvérei. Egyszerűen kiadták a rómaiaknak, és megfeszítették őtet. De ő mindvégig az atyával volt, kettesbe. És kettesbe, testvérek, legyőzték a világot. Kettesbe! Halleluja! Milyen csodálatos. Úgy nézett ki, hogy ez egy veszteség. Úgy nézett ki, hogy ez egy kudarc. Úgy nézett ki, hogy ez vége mindennek. De nem vége volt, testvérek. Egy kezdet volt. Egy új kezdet.
És itt van az a bolondság, evangéliumnak a bolondsága, ami eléri az embereknek a szívét, és te vedd ezt a szamárcsontot, és vedd ezt, ezt az igét, ami bolondság a világ szemébe és fülébe, és menj, és hirdesd az evangéliumokat, evangéliumot, és ezreket le fogsz győzni, ezreket Krisztus halálába fogod belemeríteni, és ezrek új életre fognak föltámadni. Ez történik, ezt hiszem, ezt vallom, és ezt cselekszem, Jézus nevében. Úgy lerázta magáról azokat a kötelékeket, mint valamilyen cérnákat. Leperegtek róról, leváltak. Testvérem, néha valaki elmondja az ő véleményét, és te nem tudsz három nap vagy három éjszaka aludni. Annyira meg vagy kötözve az emberek véleményével. Ezt mondja a Szentlélek nekem, hogy ébredj rá, hogy rólad van szó, hogy nyögsz a kötelek alatt, ahol mások megkötöznek. Szabadulj föl Jézus nevében, rázd le ezeket, könyörög. Ő is föl kiáltott Istenhez, föl nézett, föl kiáltott segítségért, és Isten nem hagyta őt egy cserbe. Az, aki keresi az Úrnak a orcáját, az Isten megjelent, kijelenti magát, és Isten az ő erejét lekínálja, leküldi Isten az ő erejét a te életedbe. Nem kell porba fetrengened, nem kell neked elveszned. Isten küldi az ő segítségét. A mai nap is annak a bizonyítéka. De szomjúság van a te lelkedben. Ezt mondja az Úr. És ez a Sámson is szomjas volt. Szinte olyan volt, hogy kívánta azt a vizet, kívánta azt a életadó vizet. Te is ennyire vágyakozol, hogy itatva legyél, etetve is itatva legyél. Ne csak Istennek ereje szálljon le rád, hanem az a Istennek vize, az a frissítő forrás, ez följöjjön, és tudjál meríteni, és dúsan tudjál ebből a forrásból inni. Halleluja! Fölkínálja ezt Jézus. Gyertek hozzám! Azt mondja az Úr Jézus, gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok. Gyertek hozzám. Más helyen azt mondja, gyertek a vizekhez. És adok nektek élő vizet. És mind, aki iszik ebből a vízből, az a víz forrássá válik. Te is egy forrássá válhatsz. A te szolgálatod emberek számára, ott, ahova Isten állított, ahonnan jöttél, a te városodban, a te faludban, a te környezetedben, a te megyédben forrássá válhatsz, hogy Isten használhat. De először neked kell kiáltani, neked kell harcolni az Úrnak a harcait, neked kell kettesben lenni Istennel, és olyan rendíthetetlen bizalomnak kell lenni közötted és Isten között, hogy nem tud az ördög mit kezdeni veled. És így áll ebből a forrásból. Isten ad ebből a forrásból. Hív Jézus és azt mondja, gyertek a forráshoz. Gyertek én hozzám. És az, aki iszik ebből a vízből, nem fog többé szomjazni. És ő is, ő benne is forrássá válik. Csodálatos ez, testvérek. Győzött az Úr. Győzött az Úr, és úgy látom, hogy a te életedbe is győzni akar. Mert az van megírva, hogy az, aki győz, az mindent örököl. És aki elveszíti a harcot, akkor az mindent elveszít. Győzteseket illet a korona. Győzteseket illet a dicsőség, Isten dicsősége.
Testvérek, ezért kell harcolni. Azért kell nemes harcokat. Én tudom, hogy nagyon mély dolgokat beszélek nektek, testvérek, de már itt vagyok, nem tudom, hanyatszor ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, és nem akarom, hogy sekély legyen a szántás. Azt akarom, hogy mély legyen a szántás. Azt akarom, hogy mélyet, hogy át legyen szántva a te szívednek a talaja, és hogy Isten tudjon hozni jó gyümölcsöt. Hogy ne sekély legyen, ne az legyen, hogy elmész és két hét múlva más, azt se tudtad, miről volt itt szó. Megmaradjon benned, a te szívedben. Megmaradjon benne, ott a te lelked mélyén, ott maradjon Istennek beszéde. Az az ő intő, az ő buzdító, az a elevenítő szava. Győzött ez az ember, mert bízott Istenben. Bízál benne te is. Győzött ez az Istennek embere azért, mert ragaszkodott az ő Urához. Ragaszkodj hozzá te is. Győzött ez az ember, nem, mert nem bízott a saját erejébe, mert látta, hogy ha Isten nem kegyelmez rajta, akkor belefárad ebbe a harcba, és nem tudja tovább folytatni. És Istenben nem csalódott. Én is az én életemben, drága testvérem, sok harcban és küzdelemben vettem részt. Sok csalódás, sok keserűség érte életemet, de hagyd mondjam neked, hogy nincs a szívemben semmi keserű gyökér. Én csak egy realitást, egy valóságot hirdetek neked, hogy ne állj ilyen álmokba, emberekről, vagy én nem tudom kikről való elképzelésbe, hanem egy valóságos harcot vegyél fel, egyszerűen menj egy olyan közösségbe Istennel, hogy ezt a közösséget, ezt a kapcsolatot, Istennel való kapcsolatot nem tudja megrontani se az ördög, se az ember. És ha ezt megnyered, akkor megnyersz ezernyi lelkeket. Akarsz ezernyi embert Krisztus halálába meríteni? Mi is nyáron készítsük a bemerítkezést kint a Dunába. Tavaly nem is tudom mennyi, 30 vagy 35, nem tudom pontosan. Embert merítettünk be. De ez még nem ezernyi. Várom, hogy majd ezernyi. Tudjátok, miért Komáron körül annyi folyó van? Hát hogy legyen hol bemeríteni. Halleluja. Tudom, hogy mosolyogtok, de én hiszem. Én hiszem, hogy Isten nagy dolgokat fog cselekedni. És fölveszem ezt a harcot, fölveszem ezt a Krisztusért való bolondságot, és harcolok, és használom ezt a szamár állkapcsot, hogy Jézusért megnyerjem, Krisztus halálába vezessem az embereket, hogy éljenek Isten dicsőségére. Amen. Meghajtjuk fejünket, szívünket Isten előtt. Drága megváltónk, Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te lejöttél erre a világra, amelyen már akkor is milliárd emberek voltak, milliárdok, és te kettesben a te atyáddal legyőzted a világot. Ó, Uram! Ha valóban te növekedsz a mi szívünkben, nem egy imitáció, nem egy valami csak hasonlat, hanem valóban te élsz a mi szívünkben. Ha valóban a te karaktered, valóban a te lelkednek adtunk teret, valóban bolondokká váltunk a te evangéliumodért, akkor mi is fogjuk látni a te eredményeidet. Mi is fogjuk látni az engedelmességünknek és a szeretetünknek a gyümölcsét. És most könyörgök ezért a gyülekezetért, könyörgök ezekért a testvérekért, könyörgök a fiatalokért, könyörgök az idősekért, könyörgök mind azokért, akik itt vannak, akik hallják a te üzenetedet. Könyörgök, Uram, hogy érintsd ezeket a szíveket, gyógyíts, szabadítsd, és vezess
ki tágas helyre, hadd tudjanak téged dicsőíteni, hadd tudjanak magasra emelni zászlót, hadd tudják fölemelni Krisztus zászlaját, hadd tudjanak bizonságot tenni, hadd ne legyenek csendbe, ne húzzanak meg, ne hagyják magukat megkötözni emberi véleményekkel, ne féljenek attól, hogy a testvérek kiadják, ideadják vagy odaadják, hanem hagyj féljenek te tőled. Hagy gondoljanak arra, hogy te hatalmasabb vagy, mint emberek véleménye. Most, mikor Istennek lelke munkálkodik, most, mikor érinti a te szívedet, mikor úgy érzed, drága testvérem, hogy a nagyon sokszor meghurcolt az ördög téged azért, mert figyeltél az emberi véleményekre, megkötöztek az emberek. Lehet, hogy közeliek, lehet, hogy távoliak. És akarsz szabad lenni. És akarod harcolni az Úrnak a harcait. Akarsz odaállni Jézus Krisztus mellé. És akarsz az ő nyomdokaival haladni előre. Akarod követni Jézust. Ha te vagy az, ha szólított Isten, érintette a te szívedet, most van lehetőség, emeld fel a kezedet, fogok érted imádkozni. Áldjon meg az Úr, halleluja. Dicsőség Istennek. Áldjon meg az Úr Jézus benneteket. Dicsőség Istennek. Ó, jöjj Szentlélek Isten, jöjj a te hatalmas erőddel, és nyisd ki azt a forrás, ó Úr Jézus Krisztus, azt az életnek forrását, nyisd ki a te drága csatornádot, hogy a te drága lelked rááradjon az én testvéreimre, és töltse be ezeket a szíveket. Ó, szabadulj testvérem minden megkötözöttségtől ebben a pillanatban, az Úr Jézus drága szent nevében ellene állok minden megkötözöttségnek, minden ördögi fonálnak és minden ördögi kötelék, Jézus Krisztus nevében letördeljük, leszaggassuk ezeket a gonoszságokat, és Jézus nevében hirdetem neked a szabadulást. Légy szabad, szabadulj, drága testvérem, szabadulj, drága barátom, és szeresd az Uradatet, Istenedet, és ragaszkodj hozzá, keresd őtet, ameddig megtalálható. Ó, jöjj, Szentlélek Isten, és pecsételd el ezeket a szíveket, és add győzelmet, és add kegyelmet, hogy mai naptól sokan, százak, ezrek tudjanak megtalálni téged. Hogy ezek mind a te halálodba legyenek belemerítve, és veled együtt föltámadjanak egy krisztusi új életre. Áld meg ezeket a drága szíveket, és töltsd be a te drága szent lelkeddel, és veled kettesbe akarunk győzni. Fölvesszük a harcot, fölvesszük a gyalázatot Krisztusért, fölvesszük ezt a állkapcsot, és ezt a bolondságot fogjuk tovább hirdetni, hogy az emberek megszabaduljanak, az emberek meggyógyuljanak, és örök életre találjanak. A te drága nevedért, Jézus Krisztus. Amen.